Vecsernyével kezdődött a II. Rákóczi Ferenc emlékév Mária Pócsi rendezvénye a Kegytemplomban. Az ünnepségen elhangzott, nem csak a dicső fejedelem előtti tiszteletadása célja a 2019-es évnek. Tulajdonképpen azoknak a gondolatoknak a fölemelése, amelyek a nemzet jövője szempontjából nélkülözhetetlenek, és ezek a egyértelmű család, nemzetbarátság, a nemzetért való elkötelezettség, azok a gondolatok, amelyek a keresztény gyökerekből fakadnak, amelyek itt különösen utolérhetők és valamennyiünk elé állíthatók, és tulajdonképpen tisztelgés azelőtt a gondolat előtt is, hogy egy ilyen országnagyság, mint Pásarik Rákóczi Ferenc képes volt nemzetegyesítést végrehajtani. Fontos, hogy mindenki megismerje II. Rákóczi Ferenc életét és hazaszeretetét, valamint, hogy megtudják, a szabadságharc valódi értelme az volt, hogy nem lettünk örökös tartománya Ausztriának, közölte Lomnici Zoltán, az emlékév kezdeményezője. Ezt Rákóczinak köszönhetjük, és azoknak az itt élőknek, és a Kárpátalján élő magyaroknak és ruszinoknak, akik elsőként csatlakoztak Rákóczi hadaihoz. Ennek a szabadságharcnak fontos üzenete, hogy a magyar szabadság szerető, és ahhoz, hogy ezt a szabadságot kivívjuk, tisztelni kell múltunkat, ragaszkodni hagyományainkhoz, és megvédeni országunkat. Katonai értelemben nem volt győztes a Rákóczi féle szabadságharc, de ezután már nem tudták a magyarságot úgy elnyomni, mint előtte. A nemzet jövője szempontjából bizonyos értelemben, így mégiscsak győztesnek számítottunk, hangzott el Mária Pócson. A II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharcnak az egyik kevésbé ismert elmondata, hogy az igaz ügyet nem hagyja el az Isten. Szerintem ez is legalább annyira aktuális, mint a másik elmondata, hogy Istennel a hazáért és a szabadságért, hiszen a magyar népnek most már talán mondhatjuk, hogy egy évezrede van egy küldetése a keresztény Európa védelmében, és ez a küldetés ez ma is aktuális. A másik dolog, hogy mi egy szabadság szerető nemzet vagyunk, mi nagyon sokszor küzdöttünk a szabadságunkért, ám ez a szabadság küzdelem ez sosem volt egy öncélú lázadás, hanem mindig az igazságtalan elnyomás ellen lázadt föl a magyar nép, hiszen számos esetben volt tapasztalatunk ilyenben. Az emlékév részeként egy vándorkiállítás is érkezett Mária Pócsra II. Rákóczi Ferenc életéről. Ezt a hadtörténeti intézet és múzeum készítette. Jövő év tavaszáig még számtalan állomása lesz a tárlatnak, várhatóan több tízezer ember láthatja majd.